Sziasztok! Üdvözlök sok mindenkit! Kaszt vagyok, és ez itt pedig a Bém lesz nevezető játék végigjátszása. Tudnotok kell, hogy ez talán egyik olyan játék szerintem a végigjátszásaim között, amit hamar végig fogok vinni. Kettő, baromi régen játszottam. Három, elfelejtettem, hogy egyébként csináltam ebből a végigjátszást, mert nem csináltam. Visszanéztem, és nincs belőle végigjátszásom, szóval jó, nyomjuk. És akkor tehát még a régi gépen volt, mikor utoljára ezzel játszottam, szóval, mert szerintem... Nincs, oké, azt hittem, hogy van ennél durvább állítás, de nincs. Blöm ki a gyuházzal. És egy minimálisan fényes veszük a játékot. Tudom, hogy kurva sötét lesz. Gameplay. Language English. Onnan van még Squatchy, Deutsch, Polski, Orosz, Portugál, na ezt nem tudom mi, Türkei és az English, akkor marad a England. Global Volume, Point Interact, jó, őszinte legyek, legyen. Minden legyen látható, Controls, VSD-vel mozgunk, Jump a Space, C-vel googolunk, és Left Shift-tel pedig sprintelünk, kőkő, Inventory, I betű, és Use az F. Oké, most hatunk mindent, ja, mentünk mindent, és akkor New Game, újat kezdünk. Annyit kell tudni, hogy igazából ezt... I'm an architect, freelance. So I take job offers as they arise. So, when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. He said he needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who could do construction, so I naturally agreed to come and take a look. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply, because I didn't want to lose this offer. Drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. When I woke up, na, annyi a lényeg, ugyebár a Blameless estébe, hogy egy csávunk ugyebár jött egy házhoz, mert neki ez a munkája gyakorlatilag, hogy ilyen felújít házakat, ha jól vettem észre, és gyakorlatilag a csajnak a háza, mert ezért mentek egy nőnek a háza, bejött ide, hogy segítsen neki, mert minden, tehát úgy látszik, hogy véres padló. Azt találtuk csak egyedül meg, és egy bezárt ajtót. That hurt. Na. De szépen fut. Na. Változatos módon ezt tudjuk forgatni. Balklikkel tudjuk így összenyomni, jobban meg vissza. Az jó, eddig tetszik. Ez egy satú, másfajta. C-vel le tudunk googolni, nézzük csak meg itt a telefon. The phone is smashed. No way to move anytime soon. This bloodstain does not look like it's the result of a banal injury. Seems fresh. The blood hasn't completely dried out yet. This looks like something was being
Valakit elhúztak. A vérnyomok erről árulkodnak. Aztán nyomozunk, eléggé rendesen ezt megmondta. Na, oké, egy kis FPS csökkenés, nem baj. Elfelejtettem, melyikben volt a inventory. Ibetű, azt hiszem. Mindenesetre körülnézünk, hát ha találunk valamit, ami úgy hasznos lehet. Mondjuk annyit el tudom mondani, amire emléksz a játékból, hogy sajnos nem lehet verekedni. Bár nagyon gyakran el lehet akadni, mert sajnos ez az egyik legnagyobb hátránya ennek a játéknak. Hogy az elakadás az rendszeres. Egyébként rendkívül szépen néz ki így a játék. Mondjuk ez furcsán néz ki, hogy ott az él. Valami ide kell. Ami rúdszerű. Vagy rúdszerű. Nincs ki, nincs. Nem tudom, hogy én még most itt mit keresek, de oké. Úgy rájövök, hogy melyik az inventorim. Mert már elfelejtettem azt is. Kezemben van, addig nem vettek föl semmi mást. Aha, világos. Nézzünk csak jobban körbe. Aha. Valamit csinálni kell vele. Nem. Dobjuk el. Legyenek itt a fontosabb eszközök. Valószínűleg szerintem meg kell hajlítani, hogy könnyebb ezt ki tudjuk nyitni. I might be able to get further through the attic. Ja. Ez tetszik a szinkron hangja, kedves fővésünknek. Lehet, hogy csak puszta kézzel. I should bend the rod, but it's too tough to do by hand. I should bend the rod, but I should bend the rod, but it's too tough to do by hand. Nem. Valami. Ja, a vérnyomokat tudjuk még egyszer megnézni, de nem fogjuk. Hát, jó. Akkor egy kis keres... Na, ez ilyen érdekes kikapcsolás volt, de tök jó egyébként, a fényefektek is tetszenek. Kiváltképpen nagyon aranyos és csinos a játék, ezt azért hozzáteszem. 2015 vagy 14-es, szerintem. Vagy lehet 16-os, és én pont akkor játszottam, mikor ez pont ment. Mindestre egyébként nagyon fasza eddig, nekem tetszik. I can't get further through here. There's no door handle. Why would he hit me and then lock me in here? Most így rákérdezek. Valami kellene. Egy cső. Egy cső kellene nekem. Egy cső. És tudjátok, még gondolom, hogy egy cső kell nekem? Mert nagyon gyakran egy csővel szokás az ilyeneket meghajlítani. Mert ez nem egy cső, ez egy fém rúd. Fémrudat meg tudnánk hajlítani egy csővel, ha találnánk egy csövet. Cső, ahó, valahol, egy csőt keresek, csőszerelőt. Nem találunk valahol egy csövet, és akkor tök jó meg lenne, lenne egy csövünk.
Csak nem divatolásból volt az itt. Úristen, de kicsit ugrunk. Nem baj, örülök neki. Ugrunk ilyen ordinári nagyot. Én nem tudok mászni. De olyan ki lehet ez a vér? Így vele gondolom. Meg ezen miért tudok átsétálni? Mindegy, tényleg cső kéne. Jó van, a vakságra nincsen orvosság, csak úgy tudjátok. Mondtam! Ilyen ötösen mazotes lottom. És nézzük meg, hogy mi van fönt. Az anyád fasza. Belé vágom itt a csövemet. Miért nem gyorsan fordulni? Shit, it's dark. Szélre tudunk googolni, oké. Inkább elengedem. What the hell was that? Ez egy jó kérdés. There we go. Ment. Jó. Helen Woodward-nek a cucca és Lightweather Public Library. Szóval egy nyilvános könyvtárnak a cucca van ebbe. Jó, és még a panelvá teszi az egész helyzetemet. De miért itt találtam meg? Tudjuk elővenni. Elraktuk. Van egy csövem. Ó, van egy láncvágóm. Ezt középre kell mindent rakni, az a legjobb, mert ugyanáll megtalálom. Itt van egy WC. Ami egyébként tök jól meg van csinálva, azért nem hülyéskedek. Tök jól néz ki. Itt voltam. Itt egy ásó. Itt meg van egy... Fangli. A Fangli az más. A Fangli egyébként az más. It's holding with the wires. It's holding with the wires. Ide vannak ezek rögzítve ilyen csapszegekkel. Talán. Egyébként többféle variáció is van szóval a játékban, csak én vagyok hülye. Oké, szerintem menjünk vissza ezért a vágóeszközért. Hát ezzel tudjuk ezeket kapni. A wire cutters are broken. The hinge on that handle should attach, but it's missing. Franc. Akkor ez majd biztos ez kell. Valamit tudok csak ezzel csinálni. Dolgokat basszus. Azt hiszem, hogy ez a csavar. Jó, hát akkor téged viszlek magammal, hát jó leszel valahova. Vagy meg kell tálnom egy csavar, nem tudom, hogy hol fogok. Vagy lehet érző is ki lehet nyitni. De most csak ez egy ilyen halványtip. Nem, sajnos nem lehet kinyitni ezzel. Mm.
Hát igen, ezért vettem fel a fényerőt. Hát csak nem ott van. Várjál, lennének ezek a rémisztő hangok. Kicseszési minimálisan. Nem tudtam a házat, nem igazán találok túl sok dolgot. Ez így nagyon gáz. Várjunk. Kis dolgom, ami most így eszembe jutott, lehet, hogy fasság az egész. Mi van, ha én ide beröm? Leeresztem, és ide rakom, ezt megelem, és akkor a szudulási problémát megoldom. Ó, ez nagyon szép leesés volt. Jó, én meg van ez oldva. Mit tudsz le szétszedni? Felmerül a kérdés. Tudok hol szétszedni. Várjunk, amiben van mondjuk ilyen csavar. De vajon miért lehet olyan csavar? Igazából tök jó, mert logikázni szeretek, szóval mindenképpen ez tök jó ez eddig. Nekem eddig nagyon bejön. Egyszer végig egyszer, szerintem bőven jó. De vajon mi lehet az, amit a szétszedek? Tökre erre gondolok csak, és ad ilyen csap. Oké. Nem baj, nem kell. Hagyjuk. Ez most így nagyon-nagyon így furcsa számomra. Vagy rosszul csinálom. Aha. Most ne jön. De a csavar megvan. Csak nem értem, hogy mi itt a gond. Akkor nézegessük ezt. Hát megtaláljuk, hogy mi ezt kell, hát egy feszítővas. Mondjuk egy ajtóhoz. Pedig logikus lenne. Vagy mondjuk ez a palánkhoz. Megpróbálok logikákat találni, hogy hát ha valahol így pont jó lesz. Nem tudom. Holding with the wires.
lehet oldani ezt egész így is. Világos. Én még nem értettem. De ez most már érdekel, szóval ezzel tudtam volna talán ezt még vágni is, ha lett volna hozzá izém. Nem engedi valamiért, nem tudom. Majd utána nézek. Ki van a házban rajtam kívül, bazd meg. Bazd meg, bazd meg, bazd meg. Ne már a geci! Fejezd be! Fejezd be! Faszom már, fosok. Aha. Köszi. Dragging stain again. Megint bazd meg. Vérnyomok, geci. Kurva illetve. Oké, fosok. A fészkőzök, ha fosok, bazd meg. I don't like the look of that dark corridor. Let's see if the light switch is working. Oké, szorok bele, nem megyek ki még. És itt van a kilincs. Lol. Csókolom. Hú, oké. What the hell? What the fuck? She's dead. Hát nem mondott, hogy she's dead, bazd meg! She's dead, she's dead. Mi van nálad? Ez a hang. Oké, kulcs. It's the address of this house. Is she invited here too? Oké. It's dust. I don't want to look at her face. Nem akarod megnézni az arcát. Get out of here and call for help. Similar to what I found upstairs on the floor. She was being dragged over here through the house. Miért így világítok? Nem baj. Szorom le. Kaptam zseblámpát. Használjuk. Jó. Húzzunk innen a gecibe. Jó. Oké. Meg vagyunk. Finally out of the house. Végre kijutottam a házból. Fosok, de tényleg, geci. Faszom bele. Egy pillanat. Na. Menjen hát. Ez egy nagyszerű játék. Fosom be. Hát arra biztos nem megyek. Istenemre tanul, hogy erre nem megyek. Ha? Oké. Ez mi? 13 July 2001. Subject. Final reminder letter. Dear Mr. Hopkin. This is to inform you
that, according to our records, as of 12 July 2001, we still haven't received back the scaffolding or the three suspension ladders you borrowed from the Daredrew Construction Stores on 7 June of this year. Please return the scaffolding within 14 days upon receiving this letter. Should you choose to ignore this appeal, we will be passing this matter to a collection company, which will be obliged to forcibly remove the scaffolding from your possession. To cover any fees or penalties incurred by such action will be your sole responsibility. Note, you will not receive any more reminder letters from us. Yours sincerely, Anna Catwell, Account Manager, Daredrew Constructions Limited. This must be one of the three suspension ladders mentioned in the letter. Broken. Igen. Ez eltört. Jól látjuk. Aha. What? Dobd el. Nem kell nekünk a kő. Oké. Nézzünk körbe. Aha. Ott tudnám megszokni, egyébként elmondom, két endingje van a játéknak összesen csak. Az egyik ez. Locked. This is the way out. Nézzünk körbe. Electric must have tripped for the whole garage. Úristenem. Leaving our best. Jussunk ki innen. Úristen. Oké, meg vagyunk. Jé, szabadság. Jesus! What the? What the? What? Get away from me! Ne gyere közembe! There he is! This is Lightwater Police! Stay where you are! You're under arrest! Get down on your knees! But I didn't do anything! Get on your knees, now! You are under arrest! Aha! This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly and didn't find any evidence suggesting there was another man. No. He was there. He was the owner who called me. The former owners sold the house due to personal financial problems 2 weeks ago. They moved to a different town on the other side of the country. The private company who owns it now proved all their employees were off-site, having a team building activity that night. Asta. How could you not find evidence of him? I'm telling you, he was there. I heard you. Our officers got a phone call from one of the neighbors reporting lights coming on in the house and suspicious person moving on site. They gave us your description. They never saw another man. How could that be? This doesn't make any sense. Let's cut the crap. What? It does make pretty clear sense to me.
I have to say that I honestly don't believe any part of your bullshit story that you're giving me here. Everything suggested you murdered that woman. No, I... You found the victim's blood on your clothes and your hands. You had the victim's wallet in your pocket. Wait. And the officers caught you fleeing the crime scene. You. No one else. Guess whose fingerprints match the ones we found on the victim's body? Huh? Na, minket vádoltad meg, hogy mit tettük a gyilkosságot. Azért, mert véresek voltak a kezeink. But I'll guarantee you're never getting out. Meg csak engemet láttak. You're going down, Mr. Blameless. Igen. Ezért ez a játék neve. Oké. Egy csak az egyik végig egyszeres lehetőség, mindjárt utána nézzük a másiknak, és akkor megcsinálom azt is, és megmutatom az extra dolgokat, amiket meg lehet csinálni még benne. Utána majd fogok mondani egy konkrét kritikát szerintem arról, hogy milyen is a játék. Mert egyébként nem rossz, de majd utána. Na, ez egyik extra, ezt felveszitek, ezt le tudjátok csavarni, és eldöntöttek, hogy hova rakjátok. Szóval, megfogni, beigazítani, megfogni és berakni. És most már működik. Ez még az egyik alternatíva. És kinyitottuk. És bármennyi meglepő, ki lehet szedni. This is the way out. Jesus. Leszakadt, és mehetünk tovább. Méghozzá ide. Vagyis itt még nem voltam. Szóval... körülnézünk itt is. Átválunk valami érdekeset. És akkor látni fogjátok a másik alternatív endinget. Az van. Itt van egy ilyen kulcsos hely. Használtuk ezt a kulcsot, de magunkhoz visszavehetjük ismételten. Anything useful here? És vannak itt eszközök, az egyik egy ilyen. Ez... I believe this thing can open fuse boxes. Ezek itt ugye mondjuk majd a fuse boxot. És tudok leügyeskedni. Feszítő, a skalapács, minden mi szenszájnak ingere. És akkor menjünk vissza a fuse boxhoz, mert már csak az van hátra. Ami itt is van. Honey, if the circle trip again, please turn to LCD switch and small one to rest, turn to orange one last.
Make sure first hair click from two at one take you from second you again. Then hand key and new order. Honey, if the circuit trips again, first turn on the RCD switch, the smallest one, and then the rest of them. The orange one last. Make sure you first hear a click after you turn the RCD on. It may take a couple of seconds, otherwise it will trip again. I need to take a look at this before we hand the keys over to the new owner. Világos. Na, most már tudom. Fuck. I should have seen that coming. Na, megvagyunk, menjünk. Let's go. This is what happened. He was chasing me with a rod in his hand. He must have hidden when he saw the police cars pulling up to the gate. Mr. Malcolm, we searched the yard thoroughly. No. Akkor véleményem a játékról. Röviden, tömören. Ez egy jó játék, de nagyon rövid, habár az ingyenségéhez képest szerintem pont annyi, amennyit elvártam. Nem több, nem kevesebb, pont annyi. Nem kell ennél több. Szerintem, ha egy kicsivel hosszabb lett volna a játék, mondjuk egy órával, akkor már egy teljes értékű játéknak is el lehetne könyvelni, de így egy nagyon egyszerűen végigjátszható kis okosság, szerintem tök jó, ha bárki játszani akarna vele, ingyen megteheti, a leírásból ott lesz a link is. Köszönöm szépen, hogy végignézted eddig ezt a végigjátszást, találkozunk a következőbe, addig is köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!